Ahhoz képest, amilyen állapotban volt a báltaszéki csapat az őszi idényben, a 6-7 gólos vereségek időszakában, tényleg lehet pozitívumokat találni a legutóbbi két fordulóban. Előbb a Tolna ellen odahaza elszenvedett 3-1-es vereségben, és a Dunaföldvári 1-4-ben is, mert a hazaiak ezen a meccsen sokáig csak 1-0-ra vezettek, és 2-0 után megszületett báltaszéki gólt követően képes volt már nem csak épkézláb támadásokra a Brecska csapat, hanem gólveszélyesekre is, amely azért a hajrára, ha nem is annyira erőlétben, de koncentrációban mindenképpen elfogyott. Így 3-2, avagy döntetlen helyett az erősebb keretű és a felkészültebb fiatalabb Földvár lőtt újabb gólt, és nyerte 4-1-re a meccset. Sovány vigasz, a játék képe ekkora különbséget nem mutatott. Az utolsó 10-15 percben volt 3 nagy helyzetünk, amiből egyben megy, tudom, nem vannak két pontot, csak a lelkek, azok mindjárt egy kicsit boldogabbak, kicsit meg vannak simogatva, de ahogy mondta is, erre lehet építeni, ezekre a játékosokra lehet számítani, ennyien vagyunk, viszont meg kell, hogy köszönjem nekik, mert oda teszik magukat, és én azt gondolom, hogy majd jönnek azok a mérkőzések, következő 4 forduló, amiben mi pontokat tudunk szerezni, amivel biztosítjuk a bennmaradásunkat, ami most ez a reális cél. A Báltaszék nagy problémája, hogy két meghatározó belső védőjére, Calka Norbertre és Kis Péterre gyakorlatilag ebben a bajnokságban már nem számíthat. Itt már eddig is rengeteg meccs ment el ezen a poszton, olykor megalázó különbségekkel, így Brecska a hátsó stabilitás érdekében hátra vezényelte a középpálya vezéregyeniségét Botos Tamást, előtte pedig Samu Péter volt legutóbb a második középső védő. Kísérletképpen még legképzettebb játékosainak egyikét, Faller Andrást is visszavezényelte erre a posztra a Dunaföldvári meccs második félidejében. Fallert bevittem a védelembe. Sajnos volt egy nagyon nagy egyéni hibája, amiből utána gyakorlatilag gólt kaptunk. Én akkor is azt mondom, hogy... Ha jobban működött volna a Botos Samu kettős az első félidejében. Igen, némileg azt kell, hogy mondjam, hogy jobban működött, de a támadó játékunkban akkor is éreztem egy kis hiányt, egy kis szenvedélyt, ahogy szokták mondani, a szenvedélyt. Tehát az, hogy minden labdára elmegyek és megpróbálom megzavarni az ellenfél védelmét, amelyik úgy egyébként egyben van, de én azt gondolom, hogy minden védőt, hogyha rárontanak és megtámadják, és ezt többször megteszik vele, akkor zavarba lehet hozni. Persze ehhez megfelelő erőlét, jó kondíció kellene. Javult a játékosok hozzáállása a hétközi munkához, de még mindig nem jellemző, hogy 10-12 játékosnál több jelenne meg a hétközi általában még esti edzéseken. Ez továbbra is hátrány a mezőny első feléhez tartozó csapatokhoz viszonyítva. Nem beszélve az ütőképesség dolgában megmutatkozó objektív hátrányokról. Több minden hiányzik a keretből, ahhoz, hogy a régi fényében tündököljön a csapat. Legfőképpen egy belső védő. Igen, azt tudjuk, azon túl. Aztán hiányzik két középpályás, és aztán hiányzik két csatár, aki tényleg a kapu előtt azt oda is tud érni, időben oda tud érni. Brecska amúgy érdeklődött kollégájánál, Hagymási Zoltánnál, hányan vesznek részt a hétközi munkában, mennyit edzenek náluk Dunaföldváron a játékosok. Itt a mérkőzésről beszéltem a kollégával, 16 ember jár edzésre, hát én azt hiszem, hogy akkor innentől kezdve már tudjuk, hogy miért vagyunk mi ott, ahol mi vagyunk, és ők miért vannak ott, ahol ők ott vannak. Az első 6-ba kerülés, ki kell mondani, nem reális cél a mai Báltaszékkel kapcsolatosan, helyette inkább a biztos bentmaradás kiharcolásáról kell beszélni. Mi elindultunk úgy tegnap, hogy 19-en leszünk. Elindultunk úgy, hogy már csak 16-an voltunk. És az abban is volt 3 kapusom, és 2 sérültem. Amik ha véletlenül, hogy azon a pénteki edzésen 9 emberre találkoztam, amikor meglátogatunk benneteket a Cikádor magazin apropóján? Már majdnem csúcsra volt áratva akkor a létszám, az edzés létszám.